A nemzetközi konferencián a turizmussal és biztonsággal foglalkozó szakemberek, kutatók és oktatók vettek részt. Az egyetemi kampuszok képviselői, valamint a rendvédelmi erők számára is különösen fontos ez a konferencia, amint jól mutat a résztvevők évről évre emelkedő száma. A turizmus nagyon fontos szerepet játszik az egyetem képzési és kutatási portfóliójában, ezért ez a konferencia témájában nagyon szorosan illeszkedik az egyetem tevékenységéhez. A világ turizmusában az elmúlt években rendkívül jelentős változások történtek, ezek hatására pedig a biztonság meghatározó jelentőségű követelményé vált a különböző szállodák, hotelek számára. Azt hiszem, hogy nem kell túlmagyarázni azt, hogy ma a világon mennyire fontos érzés az, hogy valaki biztonságban van, és hát a turizmus az a típusú szolgáltatási ág, vagy az a típusú szabadidős tevékenység, ami bizalmi alapon történik, szívesen csináljuk, pénzt költünk arra, hogy ez a dolog történjen, ezért elvárjuk azt, hogy ahova érkezünk, ott az ne legyen kérdés, hogy biztonságban vagyunk-e. Éppen ezért nagyon komolyan értékelődik fel ez a témakör. Az előadások mind azt a célt szolgálták, hogy az egyre erősödő magyar turisztikai szektor még tovább fejlődjön. A kormányzati szektor szereplőiből, illetve a turisztikai szektor szereplőiből válogattuk ki az előadókat, és szerencsénkre azt lehet mondani, hogy szinte első felkérésre jöttek hozzánk. Délután pedig nagyságrendileg 50 előadás hangzik el, 4 szekcióban párhuzamosan futnak az előadások, 2 darab szekció angol nyelven zajlik, 2 darab szekció pedig magyar nyelven. A harmadik Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencián előadott dr. Franzel Richárd helyettes államtitkár is, aki a kormány turizmusra és a biztonságra kiépített stratégiáját mutatta be a jelenlévőknek.